Hölgyeim és uraim, ma itt egy fontos ügy. De emlékeim szerint Pesti úr keresett azzal kapcsolatban, hogy van ez a jó és valóban támogatható kezdeményezés, a székelyek ügye. Önmagában, ha itt tényleg kisebbségi tapasztalatcsere zajlik, az egy örömteli dolog, az tök jó. Kormánypárti és ellenzéki politikusok is támogatták a székelység és más nemzeti régiók érdekében folytatott Európai Uniós aláírásgyűjtést. A kormány 673 millió forintot adott a Pesti László érdekeltségébe tartozó cégnek a kampányra. De felmerül a kérdés, hogy ez a kampány végül a székelység vagy Oroszország érdekeit szolgálta-e? Igen, hát ez tényleg egy fontos ügy, mert nem csak arról szól, hogy a 800 ezer székely, hanem hogy Trianon. És szeretné, hogyha az aláíráson túl egy támogató videót adnánk hozzá. Bernadett megtenné, hogy üzen a választópolgároknak, hogy ők is csatlakozzanak? Abszolút, arra kérek mindenkit, hogy írja alá a kezdeményezést. Rendezvényen írtam alá, határon túli magyarokkal kapcsolatos rendezvényen írtam alá ezt az ECIT, Európai Polgári Kezdeményezést. Igen, mondom, az ATV is segít, a Hír TV is segít, a jobb és a balos sajtó is segít, a független sajtó is segít. Az európai közösség a nemzeti sajátosságoknak a figyelembevételével tud adni további támogatást Székelyföldre, gazdaságilag is és identitásukban is erősíteni ez a székelységet. Én egy hasonló számot tudok, szerintem rosszak az információforrásai. Na, de akkor... Kevesebb. Hogy ki keres meg azzal kapcsolatban, hogy adjak támogató nyilatkozatot, az számomra nem volt egy fontos tényező, az ügy volt maga a fontos tényező. Elmentem. Például Semmilyen Zsolthoz. Szili Katalint régóta ismertem, Kövér Lászlót talán 33 éve még a Fidesz megalapítása óta. Szijjártó Péter külügyminiszter úr pár nap alatt, hát hiszem 3 nap alatt kiadta nekem a diplomát, a útlevelet. Ez az egész történet nekem most egy kicsit zavarosnak tűnik. Én tényleg azt gondoltam, hogy tehát ez egy nemes, egy fontos, egy jó ügy, és én bíztam abban, hogy a lehető legkorrektebbül intézi ezt Pesti László. Tehát tényleg ez klasszikusan olyan dolog, pláne ugye a egymás követő magyar kormányok külpolitikájában a határon túli magyar kisebbség iránti érzett felelősség, az egy gyakorlatilag folytatólagos dolog. Tehát egy ilyen projekt elindításához nem nagyon látom, hogy miért pont orosz kapcsolatokat kellene bevonni. Szakmailag nem értem, hogy ez miért szükséges. Kis Szilárd nevét minden bizonnyal nem véletlen veti föl. Meglepő dolgok derültek ki Kis Szilárd korábbi moszkvai agráratasséről. Az Index információi szerint szabadon jár kell Budapesten, annak ellenére, hogy megbukott a nemzetbiztonsági átvilágításon alvilági kapcsolatok miatt, kirúgták a külügyminisztériumból, és végül letartóztatták korrupció gyanújával. Az, hogy Kis Szilárd egyáltalán projekt közelébe kerülhetett, az számomra egy hatalmas piros felkiáltójá. Ugyanis Moszkvában járt egyetemre, az egyetemi anyanyelvi szinten beszél oroszul. Magyarországon nagyon sokan tudnak tolmács szinten oroszul. Mm. Tehát azok után, hogy ezt én őszintén nem érteném, hogy valaki miért Kis Szilárdot választja. Több próbát is ki kellett állnia, hogy végül kolbászlovaggá üssék. Kis Szilárd a jelöl, s mert nem vitte el a héja, ő hazánk oroszországi mezőgazdasági ataséja. Orosz érdekeket szolgáló embereket fontos pozícióba helyezni, őket tolmácsként felkérni, utazásokat bonyolítani, ott nemzetbiztonsági kockázatként működő erőkkel találkozni, ez az ügynek az alásása. Vagy nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy 2014 és az ukrajnai háború kezdete, az milyen elképesztően fontos határpont a balti régió biztonságpolitikájában is. Tehát onnantól sokkal jobban figyelnek minden Oroszországhoz köthető befolyásolási kísérletre, mert mint Ukrajna példája megmutatta, ez a sztori ez képes vérre menni. A moszkvai magyar nagykövetség elismerte, hogy korábban ők adták ki a rendszámot a volt attasénak, de Kis Szilárdnak már másfél éve le kellett volna azt adnia. A rendszámot Oroszországban körözik is. Nagyon ismeri az orosz gondolkodást, kultúrát, kedves felesége is orosz származású, orosz asszony, Lenocska. Van egy orosz élettársa, x éve
aki valóban nagyon befolyásos, és a politikai, az orosz politikai és gazdasági elitbe bejáratos. Egyszerűen arról van szó, hogy a Fideszhez közeli gazdasági holdudvar is elhitte, hogy ez az ember Oroszországban el tud intézni dolgokat, és ezért rajta keresztül próbáltak érvényesülni, tehát ebben a tekintetben áldozatok voltak, mert átverte őket valaki, aki végül, ha én jól értelmezem az önök cikkéből, nem a saját magán kívül másnak azért nem igen hajtott hasznot. Segítségét kértem. Kapcsolatokat. Nyelvtudást. Kultúraismeretet. Azt, hogy mennyire sötét ez a figura, ezt azóta most már lehallgatási jegyzőkönyvekből is lehet tudni, ahol például feketén-fehéren kiderül, hogy hogyan próbálja a saját cégének a 700 milliós adósságát eltüntetni úgy, hogy a megfelelő pénzintézet vezetőjének zsebbe fizet ezért 40 milliót. Ki a magyar mezőgazdaságnak nagyon sok jót tett az elmúlt három évtizedben, vagy még több idő alatt, a magyar borkivitelnek az egyik legavatottabb szakértője, vám, illeték és adóbefizetései gyarapítják a magyar-orosz borkereskedelem által az államkasszát, ezáltal a magyar közösségnek jót tesznek. Krisztiánnak toxikus a környezete, tehát egy olyan kiáró ember, aki kétszer megbukik a nemzetbiztonsági átvilágításon, bármilyen magyar politikus közelébe kerül, az a politikus utána magyarázattal tartozik, hogy egész pontosan miért kívánt együtt dolgozni Kis Szilárddal. Gondoltam, hogy ki fogják szűrni, hát hogyha nem tudok minden, de hát sajnos igen. Jól értem akkor, hogy ezek jobban vannak. Igen, majdnem 30 éve, 29. De egyébként nem is azt kérdeztem, hogy mi lett az ő büntető eljárásával, bár egyébként nem tudtam, hogy felmentették, és ez tényleg érdekes, hanem azt, hogy mit csinált ő a kampányban. Például fordított. Hogy a kisebbségi ügyeken keresztül próbálják az EU és a NATO működését, nem kisebbségi fronton, hanem geopolitikai kérdésekben Moszkva érdekeinek megfelelően befolyásolni. Tehát ennek, ha ez egy puzzle, akkor ennek a puzzle-nek számos darabja előfordult már sztorikban. Önök szerint nekem egy poloska kereső berendezések körbe kellett volna járni, és megszámolni, és azonosítani, hogy melyik titkos szolgálat, és hányat, és hogyan, és milyen esetleg hány wattos berendezéseket helyezett el a jogfosztott orosz kisebbség egyik szervezeti irodájába? Ezt nekem most tudnom kéne? Pesti László ezek szerint nem foglalkozott azzal, hogy ebben a történetben titkos szolgálati érdekeltségek is felmerülhetnek. Miért hirdetett Pesti László cége egy orosz nyelvű websájton? Miért mentek Moszkvába? Egyáltalán hogyan kerül bele a képbe egy KGB-s utódszervezet? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az Átlátszó cikk sorozata. A linket a leírásban találod.